Január 2. szombatján ismét megnyitja a kapuit mindenki előtt a táncház. A szervezők 14-én újévi táncházba hívják a táncoslábú felnőtteket és gyerekeket egyaránt. Várjuk a gyerekes családokat, már hála Istennek nagyon szép létszámmal szokott most már működni a gyerekjátszó, úgyhogy 5 órakor egy kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket, 6 órakor pedig a szokásos gyerekjátszóval, utána 7:30-tól pedig a felnőtt táncházzal folytatjuk. Ezt követően a 8. teltházas bemutatóra készülnek a táncosok. Január 29-én délután 3 órakor Mesenép címmel ismét elhozzák a közönségnek a nagy sikerű társas táncját. Külön figyelmet fordítva a különböző generációk megszólítására, felnőtt, gyermek és ifjúsági korosztályban. Nagyon szeretjük ezt a darabot is, ugye már egy mese darabbal már nagyon adósok voltunk, úgy éreztük így a fehérvári, vagy az egyáltalán a minket kedvelők számára. Úgyhogy az jó látni, hogy nem csak gyerekek, hanem nyilván a gyerekekkel szülők is jönnek, de néha megjelennek olyan felnőttek, akiknél nincsenek gyerekek, ezért feltételezi ezt az, hogy őket így érdekli még mindig egy picit a mese. És Novák Péter azért figyelt arra, meg mi is azért figyeltünk arra, hogy a felnőttek is megtalálják ebbe a maguk szórakozását. Emellett egész évben színes programokra várják majd az érdeklődőket a táncházban, egyebek mellett a Verslábak című bemutatóra, ami március 11-én lesz a Malom utcában.